Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Hamar már Roland vagyok, ez pedig a HitCast Életreceptek című műsorának egy újabb része. A mai adásunkkal egy új sorozatot kezdünk el, amelyben a majd különböző korcsoportok kihívásaival, problémáival foglalkozunk, illetve ezekre keressük a válaszokat. A mai műsor témája a tini korszak lesz, ez a 12-16 közötti időszak, de nem csupán fiatalok, hanem szüleik, kisgyerekes vagy gyerekvállaláson gondolkozó házaspárok számára is hasznos lehet, ugyanis az őket érintő általános kihívásokról, küzdelmekről fogunk beszélni. A vendégem pedig Fodor Sándor, a hídgyülekezete Marosásárhelyi lelkésze. Szervus Sándor! Szervusz! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az elmúlt évtizedben hatalmas technológiai fejlődésen ment át az egész világ. Ezzel egy időben a fiatalok szokásai is átalakultak. Így sok olyan tényező van az életében, ami eddig nem volt, de ugyanakkor megmaradtak olyanok is, amelyek kortalanok, a 20-30 évvel ezelőtti fiatalok is ugyanezekkel találkoztak. Úgyhogy bevezetőként talán kezdjük azzal, hogy mi egy, vagy milyen az útja ma egy tizenévesnek a felnőttkorig? Korábban, amint említettem, egy csomó minden más volt, úgyhogy talán eh, mai szemmel még konkrétabb célok is voltak az életében, tudta, hogy eh, mik várnak rá, minket keresztül menjen ahhoz, hogy eljusson ebben a korban. De ma talán sokkal nagyobb lehetőség van az összezavarodáshoz, az elzüléshez Hogy látod ezt? Hát valóban nagyon nagy a különbségek a korok között, ami ugyanabban az időben hordoz magába pozitívumokat és negatívumokat is. Nevezhetnénk pozitívnak azt, hogy ez a nagy technikai robbanás, amit látunk, mert nyilván, hogy vannak annak pozitív hatása, de ha őszintén őszinték vagyunk, és mert muszáj azok legyünk, én azt gondolom, hogy több veszélyt eh, hordoz ez magában, mint hasznot. Nem mondanám, hogy rosszat, hanem több veszélyt. És itt először is kitérnék az első kérdésedre az, hogy hogy több lehetőség és több információ dömping nem halmaz, hanem egyszerűen egy áradat eh, árasza el az, a tinét, aki ehhez nincsen a lélekben még felnőve vagy odanőve. Legyünk őszinték, mindannyiunk számára megvan az a természetes határ, ami a, a hírözönre e, jelzi, hogy ennyit tudtam befogadni. Ha azt meghaladóan jön az emberre egy hírözön, már zavart okoz a gondolkodásmódjába, mi a fontos, melyik fontos, mert előbb-utóbb kiszorítja egyik a másikat. Na most ezekből éretten is kiválasztani. Látjuk a Facebookot, ami most nagyon jó példázza, hogy a az idős korosztály legalább ennyire nem tud megbírkozni a sok hírrel, ugyanis ha valaki egy bizonyos témáról ír, függetlenül, hogy mi a szakmája, ő megírja a véleményét. És sokszor mosolygok is rajta, hogy mert régebben, hogyha elment az ember egy asztalos műhelybe, ott lehetett látni, hogy egy asztalos dolgozik, és az asztalról beszélgettek, akkor a környezet minden jelezte, hogy az egy szakember, egy cipész szintén, vagy autószerelő szint. Szintén. Na most a, a Facebook és a, a, ez a modern technológia felülírta. Mindenki e, e, kimondhat vélemény. Na most egy fiatal, egy Tini, még kevésbé tudja, elhatározni, elha külön választani az igazságot a hamisságtól, az építőt a rombolótól. Mert van olyan információ, ami egy bizonyos korosztályban kimondottan áldás, időszerű, és van, ami nem. nem minden korosztályban megvan, ami, ami, ami jó, építő, és van, ami nem. És én itt látom a szülőknek a legnagyobb felelősségét, hogy segítség a, a gyerekeket, megfelelően használni, elválasztani a jót a rossztól, ezt meg kell tanítni. Tanulni, tanítni együtt. Most együtt kell ezt tanuljuk. Nyilván ez nehezen megy az a szülőknek, akik maguk is a, a, a Facebook és egyéb technológiának az áldozatai. Tehát látjuk, hogy teljesen oda vannak, hogy most valaki ah, valahol ezt írta, és aztán utána már teljesen mindegy, hogy ki mit mond, milyen szakember mit nyilatkozik, az már nem érdekel. Ő elfogadta a szentírás neki, és szinte vallás alakult ki, látom, ami nem a tényekre alakult. Régebben a másik világ, ami ezelőtt volt, az nagyon erős materialista világ volt tényekre. Megfogtad, megtanítottad, láttad. Fogtad. Na most ez nem ilyen. Most ez, aki, aki ezt nem tanulja meg, hogy, hogy külön válassza a reklámot, mert ez egy igazából egy reklámvilág. Folyamatosan mindenki reklámozza magát, mást, a dumáját, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben tudunk segíteni nagyon-nagyot. A másik pedig úgy gondolom, hogy a szülők abban tudnának segíteni, hogy tudatosan időt szakítsanak arra, hogy a kedves tini gyerekük megnyíljon. Ugyanis legtöbb szülő úgy gondolja, hogy az a gyereke őszinte hozzá, és mindent meg is beszélnek vele. Igen ám, de minél jobban nő a gyerek, és pláne ha olyan oldalakra tévedt, amire nem kellett volna, azt ő nem tudja 15 perc alatt elmondani. Az külön időt kell, egy szülőnek a tekintetébe észre kell venni, hogy valami nem stimmel a gyerekemmel. Valami bántja, valami titkol, valami nyomja. De, de ha nagyon nagy a pörgés, akkor erre nincs mód. Ezt úgy lehet, e, e, szerintem, hogy kellene kezelni, hogy minden héten legyen egy olyan nap, amikor úgynevezett családi nap van, amikor vagy sétálunk, vagy beszélgetünk, vagy e, e, dumálunk együtt. Akár még ha tévét is nézzünk, de az azért nem jó, mert általában nem kevés beszélgetés zajlik ott. Tehát ilyen beszélgetős lehetőséget, ha csupán egy-két egy óra jut erre egy héten, szerintem az is óriási előny. Ezt a pásztorlás alatt látva, emberekkel beszélgetve látom, hogy nagyon sok gyereknek erre egyáltalán nincs módja. Hanem azt állítja, hogy az ő apjával, anyával nem lehet beszélni. Ez nem így van, hanem nem ismeri fel a szülő, hogy, hogy őt hallgatni kell. Azt kellene, hogy ő hallgasson. Tehát a kapcsolat nem abból áll, hogy fiam, hányas kaptál, ezt megcsináltam, meg Ezek mind fontosak csak nem helyettesítik azt, hogy a gyerek ki tudjon bontakozni és meghallgatni. Ebben az esetben azt javasolnám, hogy a családdal összhangban érdemes keresni olyan barátokat, érettebb embereket, akár család közelieket, akik felé, ha nem tudott megnyílni a szüleje iránt, akkor próbálj meg ott keresni támaszt. Akár a gyülekezeten belül, vagy olyan embert, aki, aki, aki minden szempontból lecsekkolható is oké. Okay. A lényeg az, hogy ne maradjon, ne forjon magába, mert abban a pillanatban elindul egy torzulás. hogy ő magába próbálja feldolgozni, amit látott, megmagyarázni, értékelni, osz, osz, csoportosítani, valószínű, hogy nagyon súlyos zavarba kerül, és azt később még nehezebb lesz megoldani. Említetted, hogy az egész világ, vagy az, ez az egész társadalmi helyzet, amit az interneten folytatnak ennyisek, az olyan, mint egy reklám. Igazából egy állarc az egész. És konkrétan vannak reklámok, amelyek, sőt, ma már egyre több, ami a, ezt a korosztályt a nagyon fiatal nincsereket szólítja meg. És ez nem azt sugalja, hogy a felelős, felnőtt kor az mennyire nagyon trendi lenne, vagy mennyire e, élvezetes, sőt inkább azt, hogy egyszer fiatal az ember, ma kell élni, és minden mást felejtsünk el, ez e, jelentősen nehezíti a családokon belüli kapcsolatot, mert e, úgy érezheti egy gyerek, hogy nincs szüksége a szülei támogatására, ugye az általános mondat, te ezt nem értheted. Erről mit gondolsz? E, ilyenkor egy fiatal ezzel szemben hogy Nézem. Szerintem itt egy világtrendről van szó. Tudatosan a szülők lejáratása zajlik. Én azt látom, mérgezik tudatosan a kapcsolatot a, a gyerek és a szülők között. Tudok olyan helyet, ahol az osztályt főnök megosztott olyan telefonszámot a gyerekekkel, amennyiben a szülő meginteni, bántaná bármit sorolta, milyen lehetőségei vannak. Azonnal ezt a számot hívják, és, megoldon, és kifogják emmen a családból, tehát nem lehet meginteni, meg lehet mennyíteni. Olyan esetről is hallottam. Ez nem tudom, mennyire hiteles, mert emberektől hallottam, de rokonságtól hallottam. Németországban élő rokonát, azért huszkodta meg a, a gyámhivatal, mert a gyereke iPhone-t kért az apától, és ezt nem iPhone-t vett neki, hanem valami mást, és ez egy olyan nagy traumát okozott a gyereknek, ami miatt fejelentés mert és az apját ezért meghúzkodták, hogy ő traumatizál a gyereket ilyen durván. El tudja képzelni, ez nagyon durva. Na hát ez azért nagyon durva, mert a gyerekben már kicsi, kicsi, hát már nem is olyan kicsi, hanem már ebben a korai töredék, törékeny korszaban, ami amúgy is a lázadás kora, hintik a lázadást és az ellenkezést a szülőkkel. Én azt gondolom, hogy nem elveszett csata, érdemes odafigyelni, de a, a van egy bibliai vers, hogy amit vett az ember, azt aratja. Tehát nagyon kérem a szülőket, hogy, hogy vessenek a gyerekeikbe, mert ők örömmel, még abban a korban örömmel elmesélnék, hogy az iskolában mi történt velük, akár a fájdalmaikat, akár az örömeiket és ehhez időt kell szakítani, és nem mondják, hogy most olyan fáradt vagyok, most nincs időm, -dőm. csináljanak olyan, hogy le, olyan projektet, programot, legyen minden héten egy pár óra, ami ezzel foglalkozunk, hogy igen, a mesély hogy volt, jelezzed, és lehet bíztatni, hogy a gyerek jegyezze fel, készítsen egy kis naplót, mert nem lehet, hogy vannak napok, amikor apa úton van, anya nagyon dolgozik, nem tud, nem tud el, foglalkozni, de örömmel lesz. Na most mesélhet, na akkor mi volt hétfőn, mi volt kedden. Ezt én úgy gondolom, hogy meg lehet tanulni tejázni a gyerekeket, beszélgetni. Szerintem meg lehet találni, meg kellene. Tehát ö, talán azt mondanám, hogy tanuljunk meg élni, tanuljunk meg együtt élni, tanuljunk meg örülni egymásnak, tanítsuk meg egymást örülni egymásnak. Térjük vissza egy kicsit az eredeti sávra, Tinik életére, hogy ők ezt hogyan élik meg. Minek az időszaka ez a kor? Mert azról nagyon sokféle információt lehet találni az interneten, nagyon sokféle kép van erről, de elég összezavaruló lehet, hogyha az ember interneten próbál ennek utána Elnözött. nézni. A Biblia azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van a nap alatt. Tehát az ember élet egy kicsit hasonlít a természethez. Vannak tavasza, van nyár, van ősz, van tél. Ez mindenképpen korai tavaszra hasonlítanám. Ez az az idő, amikor előkészítjük, hogy igazából majd milyen irányba fogja az ember magát profilálni, és ennek az előkészítése zajlik. Egyáltalán nem aratás. Nem szabad összetéveszteni. A nyárban is egy csodálatos öröm van. A tavaszi e, napsütésnek nincs párja. A, amikor a hóvirága a. a Áttöri a jeges havat, és, és, és virágzik. Az is egy csodálatos kép. Vagy elkezd az erdő enyhe zöldbe burkolózni. Tehát látjuk, hogy van a természetben egy nagyon sok olyan öröm, olyan kincs, olyan látvány, ami egyedülálló. Pontosan ilyen a tinikor. Még nem a vetés zajlik pont annyira aktívan, hanem annak az előkészítése. Tehát akkor dől el, hogy egy ember mérnök lesz, orvos lesz, tanár lesz, miniszter lesz, szolga, vagy egy e, nagyon elegáns és nagyon szép sepregető. Arra is szükség van, de azért nem, nem ezt tartom ö, 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 senki elé, mint, mint követendő példát. Tehát Én úgy gondolom, hogy arra kellene törekednünk, hogy az energiákat csoportosítsuk. Hogyha, hogyha négy órát töltünk a Facebookon, vagy még egy annyit az Instagram, vagy valahol máshol, akkor gyakorlatilag nem tudunk tanulni. Tehát azért a tanulás az, az az idő. A barátkozás ugye az az egyik legnagyobb kihívás, mindenki már mindenkinek barátja van, mindenki barátkozni akar mindenkivel. A csupán az a nagy probléma, hogy aki ilyen korán szokott barátkozni, általában egész életi majd, majd ellenséges lesz ugyanazzal, akivel ilyenkor nagy barát volt. Tehát nem gondol, egy kicsit az a korszak van, amikor még a sajátossága egy embernek nem fejlődött ki. Például márciusban még nem lehet eldönteni, csak szakemberek tudják eldönteni, hogy melyik veteményes kertből lesz mondjuk borka, melyikbe lesz murok, melyikbe lesz krumpli. Mert még el sincsenek vetve. Vagy ha őszi vetésről olvasunk, akkor még csak olyan, mint a fű. A legtöbb ember azt hiszi, hogy fű, közben az már lehet, hogy búza, vagy lehet, hogy más veteményes. Tehát ezért nagyon veszélyesnek tartom a párkapcsolatokba belemenekülni, mert egyszerűen hiányoznak azok a sajátos karakteri Jellemi kiforrattság, ami ehhez szükségeltetik. Honnan tudom, hogy talál egy. A, 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 én kivel találok, ha még én nem vagyok e, bizonyos szempontból kiforva? Az hogy, az, hogy dübörök benne már a biológia, ez igaz? Ez, ez tény, de a biológiai alkalmatosság vagy a, a kívánság az még nem azt jelenti, hogy minden szempontból Pszichikailag vagy más területen is erre felkészült. Tehát ezért mindenképpen arra kellene dolgozni és segíteni egymást, hogy fejlődjön a személyisége, minél minden több mindent ismerjen meg. Például ez egyik legfontosabb dolognak tartom ezt a, ezt a korosztályban, mint célkitűzés, hogy nagyon pontosan, lehető legpontosabban találja meg, hogy mi akar lenni, ha, ha, ha eljön a 20 éves kor mi az a kvalitás, ami őt izgalomba hozza, érdekli. Mert azt hiszem, hogy ismerős sokan. Egyik nap tűzoltó akar lenni, másnap varrónő, harmadik nap orvosnő, negyedik nap, és akkor a szülő néha ezért zavarba jönnek, de szeretném a kedves szülőket is, meg a fiatalokat is nyugtatni, hogy ez valamilyen módon rendjén van. Gondolj át mindegyiket, és akkor mondja, nem, de ez igazából, ez egy feltaláló, korszak, amikor meg kell találni az igazit. És lehet, hogy úgy járunk, mint egy kutató, hogy eljutunk a 101-hez, hogy még mindig nem az. De lehet, hogy pont a 102 ig megtaláljuk. Tehát nem kell le lebunkózni, hogy azt mondja, hogy ő állatorvos akar. Én, te állatorvos. Igen. el hogy belőle majd valamikor meg hegedű művész mit tudjuk mi. De, de, ha soha nem fogott még hegedűt, akkor nem is tudhatjuk. Tehát egy csomó mindennek még a jövő előtt tehát. Tehát ez úgy gondolom, hogy a leg, inkább határozza meg, mint korosztályt, hogy megtaláljuk a földi pályánk és az elhívásunk pontos területét. Ezt kell kutatni, például ajánlom a szülőknek is, hogy minél többféle szakmát, pályát mutassanak be nekik, és majd amelyik berobban, akkor tud egy dolgot, az óriási. Itt úgy gondolom, hogy segítségre van szükség. Van, aki magától megtalálja, van, akinek segítség kell. Tehát a tanulás az egy, akkor egy fontos állomása vagy fontos tevékenysége ennek a korszaknak. Mit tegyen egy olyan fiatal, akit meg azért gúnyolnak ki az osztály, osztálytársai, barátai esetleg, bár hogy ez milyen barát, aki ezért kigúnyol, az egy másik kérdés. Mit tegyen, amikor ezért rekesztik ki, vagy ezért közösítik ki egy közegből, mert tanul? Igen, az az helyzet, hogy nem minden csoportban a trend a tanulás, és akkor mit csinálnak? Azt, aki tanul, azt gónyolják. De bármilyen furcsa, nem úszod meg a gúnyt. Tehát nincs olyan életpálya, -e -e ami ezt meg tudja úszni. Ha van kalapod azért, ha nincs kalapod azért. Ha tanulsz azért fognak gonyolni, ha nem tanulsz azért. Ha van szemüveged azért, ha nincs azért. Ha, ha, egy kicsit teltebb vagy azért, ha magas vagy azért, ha sovány vagy azért, ha hosszú az azért, ha nagy a füled azért. Tehát egy, én úgy gondolom, hogy, és azt, arra bátorítanék minden fiatal, és szülőt is, hogy ezzel jobban megbarátkozunk. Az élet ilyen, teli van gunnyal, cinizmussal, és ezt meg kell tanulni áthumorizálni és feldolgozni, nem kikerülni vagy elmenekülni. Ez nem olyan nagy tragédia, hogy azért bántanak, mert te szín első vagy. Hát, az miért mondják? Azért, mert savanyos, ször, mert nem ő az első. Vagy ő, ő meg lóg. Meg Tehát ugyanakkor meg én azt javasolom, hogy például érdemes olyan baráti kört építeni, akik körülbelül ugyanazt a, a igényes szintet követik. Az osztálytársainkat nem nagyon tudjuk válogatni, de a baráti kört lehet válogatni, sőt, érdemes, hogy olyan két-három olyan barátja legyen az embernek, aki ugyanígy gondolkodik, és ugyanúgy ösztönözni egyik a másikat arra, hogy tanuljon. A, a, az, aki gúnyolódik, van egy jó mondás, egy régi magyar mondás, hogy az nevet utoljára, igazán aki utoljára nevet. Azok, akik gúnyolódnak, ma azokon, akik e, e, tanulnak, lehet, hogy tíz év múlva majd kopog az ajtón, mert olvasta az újsághirdetésben, hogy lesz egy munka, oda megy, jó napot kérnek, jó napot, és csak egyszer mondja, Szerusz Jóska, te mit keresel itt? Hát tudod, hát igen, és hát ez a, igen, az egész cég az enyém fogja mondani, hát hogy hát hogy kerültél, hát hogy tanultam, főmérnök lettem, stb. stb. Na, de hát nagyon széles az olló, nagyon kifogva. Tehát aki most én lazán vesz az elejő, minek kell tanulni, stb. És ha nincs szerencséje, olyan szülőhöz, aki ezen átlendítse egészségesen, nagy eséllyel a társadalomnak egy alsó részét fog elfoglalni, ott is kell a munkerő nem arról van szó, hogy nem, de ha lehet hozzuk ki a tehetségünkből a legtöbbet, és ne az alsót pályázzuk meg, az helyzet, hogy a bűn miatt, a rossz miatt nagyon sok ember sajnos nem azt a pályát futja meg, amikkel is csúsznak le a társadalom alsó szintjeire. De ez nem nekünk van. Mi, nekünk a felső szintet kell megcílozni. Tehát ö, minden ö, napnak azt mondanám, jövőben meg lesznek az évei. Vagy mondani, inkább pont, pontosabb azt mondanám, minden hónapnak. Tehát itt egy intenzív hónap, azért már éveket fog meghatározni a jövőbe. És ez minden, mert a vetés az százszorosan jelenik meg a jövőbe. Tehát nagyon nagy jelentősége van. Én azt gondolom, hogy érdemes, és amit javasoltam az előbb is még, hogy próbálja ki magát mindenki, például sportoljon, az nagyon fontos kikapcsolódás, minden fiatalnak javasolom. Sétáljon, az a legolcsóbb, leg, leg szaladjon, fusson, tenészezzen, E, sakkozzon, valamilyen sportot csináljon, mert az, az egész személyiségét segíti. A zenetanulást legalább ilyen fontosnak tartanám, mert az a műveli a lelkét. Nagyon finom lelküvé tesz az embert, a művészet. Az is egy fontos. De ezeket mind-mind nem köt kényszerből, hanem csak úgy, mikor egy kis ideje, csinálja. Mondjuk a sportolást az érdemes rendszeresíteni, de mondjuk a, a legyen hobbi Terület, amit ő szeret csinálni, menjen halászni, tanuljon meg halászni, vadászni. Ugyanakkor érdemes, amit még javasolok ebbe a korban, nagyon a szülőknek javasolom, de a fiataloknak is, hogy a fizikai munkába vegyék ki a részüket. Tehát e, például a konyhában mindenkinek szerintem otthon kellene mozogni. Az nagyon nagy hibának tartom, hogy ahol a fiatal ember, hát akkor még szinte büszkeséggel mondja, hogy ő nem ért semmihez. Szerintem nagyon jó, ha tud főzni, nem tudjuk, mit hoz a hónap, de ahogy látjuk a trendet, jó lesz, ha megtanul minden fiatal ember főzni, ha boldog akar lenni. Mosni, főzni, takarítani, miért nem lehetne ebben legyen egy olyan nap, amikor ilyen, például ilyen munkákat is csinál és ebbe vegyen részt maximálisan. A szülőket pedig azt javasolom, hogy ha jót akarnak maguknak, akkor ne mentsék fel a gyerekeket időzébe tanulás okán, mert ezzel nagyon kiszúrnak a, a, a fiatalokkal. Fordítva, dolog, és meg kell tanítani, főzni, házi munkát végezni, ház körüli munkát végezni, ha van erre mód, mert itt is kijöhet a képessége. Kiderül, hogy hogy zseniálisan főz, vagy zseniálisan tud e, új ízeket találni. Gyerek, nézze az ember, hogy hogy az, mert már ott van a kis ajándék benne. Ez is te, segíthet neki. De még lehet egyéb mert területeket is javasolni. Akkor tehát ezen a területen is a szülők felelőssége nagyon nagy, de például a tanulás az egy pont olyan terület, ahol egy fiatal vagy egy egy gondolkodó személy maga is rájöhet, hogy ebből csak előnye származhat. Viszont vannak olyan területek, ahol már kevésbé könnyű ennyire egyértelmű vonalat húzni, hogy ez előny lesz és nem hátrány. Gondolok itt arra, hogy egy keresztény életében nagyon gyakran fehér hullónak számíthat, amikor ő azt mondja az osztálytársainak, hogy ő már pedig nem iszik, vagy nem megy el bulizni. Ebben a szülőnek is hatalmas felelőssége van, de sok múlik azon is, hogy hogy magyarázzák el ezt neki, hogy ezt miért nem teszi. Mert amennyiben csak tiltásként szerepel ez, hogy ezt nem tesszük, akkor elébb utóbb valószínűleg mégis, ha nagyon nem, ha van rá lehetőség, akkor ki fogja próbálni. Ilyenkor egy fiatal ezt hogyan élje meg, hogyan álljon szembe lényegében a nyomással. Az az igazság, hogy Ádám kíváncsi az ember. Minden, és amit tiltanak, azt még jobban kíváncsi rá teszi. E, mindenképpen érdemesnek tartom, úgy a fiataloknak, mondom ezt mind a szülőknek, hogy őszintén mindent át kell beszélni. E, örüljön annak egy fiatal, hogyha a szülei már keresztények. E, nagyon sok emberrel beszélte, nagyon boldog lenne, ha szülei keresztények lettek volna. Nagyon drámai életsorsok vannak már fiatal T-korban is. Ha meghallgatjuk azokat, akiknek nagy bulizók voltak a szülei. Tehát azért ez nem annyira, jaj, micsoda nagy kárért, mert ő nem próbálhattam ezt ki. De nyilván ezt meg kell beszélni. Ugyanakkor nagyon is fontos, hogy jó példával járunk. Tehát a, a, a kereszténység az nem azt jelenti, hogy akkor bekötjük a fejünket, lehagyjuk, búsulunk egész nap, és milyen lámlá, micsoda nagy keresztények vagyunk, hanem a kereszténységnek a lényege az, hogy örvendezőnk. Tehát alternatív, szórakozást, alternatív időtöltést, alternatív aktív jó dolgokat kell keresünk, talán miért ne lehetne együtt monopolizni, játszani, társasozni, marmozni, kártyázni, bármit csinálni otthon. Szerintem, vagy, vagy, vagy például, amit én csináltam a gyerekeimmel, az, hogy az én házamat akkor feláldoztam arra, hogy a gyerekeim számára az egy nagy játszóház volt. Tehát tudták azt, megegyeztünk, mélyen baráti körük volt, azt akartam látni, megegyeztem őket nyugodtan, ezt hívhatod, ezt hívhatod, igen. És akkor minden héten szinte volt egy, egyfajta kis buli a házba, hívták a barátaikat, főztek, főztek teját. a feleségem is bebesegített nekünk, mert úgy döntöttünk, hogy inkább legyenek a szemünk előtt, és lássuk, mint hogy elmennek, és nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Tehát én azt ajánlom, hogy ebben a korosztályban, most 12 év-16 évről beszélünk, a felelősség kizárólag a szülőé, ha az más kérdés, hogy hisztivel néha kizsarolják a gyerekek maguknak, stb. De ha nem adunk alternatívát, akkor természetesen úgy marad, mint sóvárgás benne, hogy lána, micsoda jótól maradtam, hogy ki tudja, mi az, amitől elmaradtam. Holott nem kellene így megék, mert, mert nem arról van szó. De ennek meg kell teremteni a pozitív alternatíváját, ahol legyen egy társaságja, nagyon fontos, hogy legyen baráti kapcsolataik, és azt ne az, unalom, ne az, unalomról szóljon, hogy vagy most nem kell felcsinni a baráti kapcsolatot, meg egy a szellemi megfelelően, nem azt kell most nem elgetős bibliát olvassunk, szóval ne legyen ilyen. A ehhez hasonló kirekesztések, amelyek ezzel járnak, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy hogyan lehet feldolgozni a, ezeket az osztálytársaktól, szülőktől, tanároktól, testvérektől, vagy bárkitől kapott sértéseket. Mert ugye említetted, hogy hozzá kell szokni, mert az élet erről szól, hogy lesznek gúnyolódások, lesznek olyan emberek, akik nem értenek velünk egyet, de ebben az eléggé érzékeny időszakban ez mégis hogyan lehet feldolgozni? Tehát, de először is azt gondolom, hogy a a szülői kapcsolatot érdemes nagyon megerősíteni, hogy kapjon visszajelzést és bátorítást. Tehát, amennyiben például sértés éri a gyerekünket a tanártól, azt mindenképpen egy szülőnek rendezni kell. El kell telefonon, és ki kérem magamnak az én gyermekem, nem beszélhet így, nem beszélheti ezt. Ez diszkrimináció, ezt nem kell engedni. Tehát van olyan, amikor harcolni kell a gyerekünkért. Én amire javasolnám a gyerekeiknek, minden ifinek és tényének, hogy amit úgy érzi, hogy nem tud lenyelni és elfogadni, az ő maga harcolja ki. Nyugodtan jelentkezzen, például órán szígyák mondjuk a gyülekezetet, mert előfordult ilyen, stb. Várja meg az óra alkalmas percet és jelentkezzen, és szeretném elmondani, hogy számomra nagyon sét, amit mond, bocsánat, de nem, nem tartom ezt korrektnek, hogy nincs itt a képviselő, ez vagy én itt vagyok, és miért bánt engem? Azért, mert nézetkülönbségünk van. Tehát előbb-utóbb a tanárok is, vagy akár még a baráti körbe is tiszteletet fog kivívni ki, ki, ki az a személy, aki maga, a maga harcol a harcoló maga igazáért elegánsan. Tehát mondanám azt, hogy annyi szabadságunk van, amennyit kiharcolunk. Tehát mi egy egy, 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 nagyon agresszív világban élünk, nem azt kell elvárni, hogy ők majd nekünk ezt megadják, ezt ki kell harcolni. Azt még, hogy valaki cínikus, vagy gunyolódik, attól még lehet, hogy abból egy nagyon jó barátunk lesz. Tehát nem érdemes egyből minden barátságot csak azért, mert például lehet, hogy trendi. Hadd mondjak egy, egy dolgot, nekem volt egy olyan ismerősöm, aki tudtam, aki nem tudta, hogy ki vagyok, én se tudtam, hogy ki az, de összebarátkoztunk. Teljesen véletlenül az utcán találkoztunk össze, de annyira összebarátkoztunk, eljött hozzám, leöltünk, együtt lettünk, beszélgettünk, és szép elkezdtünk beszélgetni. És mit hoz, mi derül ki? Hogy egy ős ellensége annak a vallás, a hídgyülekezetének, amit én képviselek. Nem volt mi csinálni, a végén mind a ketten nagyokat kacaráztunk, hogy mondom, hogy hozza össze, ő mondta a sors, én mondtam, hogy az úr, É, és bizony abban, hogy folytatni tudjuk ezt a, a beszélgetési folyamatot továbbra is, annak ellen, hogy mind a ketten megszerettük egymást, mielőtt é, kiderült volna, hogy mi kell halagodjunk egymással, vagy is én nem kell, de hát ő. Tehát nagyon sokszor az előítéletek miatt, a, 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 a mis információk miatt vannak ezek ki. Ez egy jó lehetőség a tevése, nem kellettől tartani, Például, amikor én katona voltam, a fejlapomon ott szerepelt, hogy én ki vagyok, keresztény vagyok, stb. És a katonaságnál összehívtak egy csomó embert, hangosan bemondták a nevemet, álljon fel, felállok. Ön milyen vallású? Igaz az, hogy hisz az Istenbe? Egy kommunista időben ez olyan volt, hogy az a politikai nagy és hát nem mondom, hogy nagy hős voltam, mondom igen, hiszek Istenben, ilyenkor is ment mentad, ilyen duma. Na és mi történt? Vége volt az órának, mert ott is voltak ilyen elméleti oktatások. És ez egy ilyen politikai órám volt. Az óra lejárta után hónapokon át kerestek meg a kollégáim, és mondták, te tényleg hiszel? Ez hogy van? Miért hiszel? Egész Körülbelül három hónapot töltöttem a bakaságnyába, egész végig utána a lehetőségem volt bizonyságot tenni, beszélgetni, barátokat szereztem. Mert uh, a... bármilyen furcsa, van egy, egy pszichológiai folyamat. Ha valakit gúnyolnak, nagyon sok emberbe empátiát lehet, hogy e, vált ki, lehet, hogy nem, jut, nem merik felvállalni, hogy te figyeltek ide, de figyeli. És ha te a vagányon reagálod, utána megkereste, de vagányon reagáltad. Ki vagy te? Milyen jó? És tényleg te nem szélet, hogy keresztény, hát miért szégyelnénk? Meg kell tanítani azt, hogy értékeljük, mi, amit képviselünk. Ez egy magasabb rendű érték, mint a világ. Ezt nem szégyelni kell, ezt ők kell szégyeljük magukat. Miért lenne a szégyen, hogy mi hiszünk abba, hogy az apánk egy férfi volt, és az anyánk egy asszony. Régebb ezt a bolondokházába zárták, aki, nem, aki magát például találkoztam olyan, aki magát Stalin Jóskának hív, képzelte. Ő azt hitte, hogy ő Stalin. És szegény bolondokházába zárták. Ma, aki magáról azt gondolja, hogy egy nő, azt mondja, az meg milyen szobrot csinálnak. Hát ez nem, ez nem az a kategória. Nem kell megijedni hanem vagányul ki kell vágnunk magunkat, hogy figyelj, ez vagyok, persze, nagyon büszke vagyok rá. No, 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 tudod, milyen vagány dolog. Tehát miért? De most ez a típusú harc, erre, erre harcra való felkészülés, igazából az életre való felkészülés, ezt meg kell írni, de majd a jövőben még ez lesz, ezzel egy lehetősége, munkahelyen, a, a társadalomban, az egyetemen, vizsgákon, van voltam olyan, olyan olyan órán, amikor a tanára éles nagyon éles konfliktuson volt. De ugye a tan a, a, a tantár, meg a, a maga a, az egyetemi rendszer kötötte őt is engem is. És egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, amellett, hogy nekünk előtte nagyon éles konfliktusunk volt. De a órán mégis egy nagyon vagány filozófiai, nagy, nagy eh, 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 pimpangozás alakult ki, de elegáns, mert az óra kötötte, és barátokat szereztem, hallgatták, figyelték, érdeklődők, másnak is volt ilyen. Segítünk, tehát az életben ezt még nagyon sokszor kell tudni. Tehát ez egy olyan. Eh, plusz, amivel megajándékozzuk a gyerekünket, mint hogy egy új nyelvet tanulnák, az életre valóság nyelvét. Ezt, te nem kell félni. Egyáltalán nem kell félni. Nekünk meg kell velegetni a vállát, hogy te kibírod az erős emberekre, ilyen sors ügyes vagy, meg tudod csinálni. Egy fiatalon megtérő személy esetében ugye Önmagával kapcsolatban is lehetné, lehetnek még bizonytalanságok a világa kapcsolatban, aztán meg pláne. Már csak abból adódóan, hogy ez az időszak az életében pont erről szól, hogy mindent megkérdőjelez. Egy ilyen személy hogyan közvetítheti társai felé az evangéliumot, vagy azt egyáltalán, hogy ő keresztény, hogyan tudja ezt felvállalni? Hát mindenképpen azt gondolom, hogy elsősorban a belső értékek és a gyümölcsérésre kellene tenni a hangsúlyt. Nem annyira a szóbeli evangelizációra. Mert a gyümölcsök azok, amik hitelesítenek. Mert most én beszélhetek egész nap az úrról, ha az életem, most mondok egy egyszerű példát, pótvizsgára vagyok vágban, mondjuk háromból az a, a, a iskolába, de reggeltesték bizonságot teszem. Mit fognak mondani? Hát figyelj, azért még, még azért egy kicsit többet imádkozhatná, hogy tanuljál inkább, ne imádkozz. De én első tanuló vagyok. És látják, hogy más vagyok. És például, ha szünetben valaki oda jön hozzám és kérte, nem tudom segíteni, nem értem ezt a matek feladatot. Gyere, nem segítek. Wow. De te valami hívőféle vagy? Persze az vagyok. Sokkal eredményesebb működik. Tehát én mindenkit óva intek arról, hogy ilyen, ilyen um, propagandista legyen, hanem legyünk realisták, életszerűek, él és gyümölcs szentikusak, és a jó cselekedeteink ket kövesse a beszédünk, az életvitelünket kövesse a beszédünk, a szívünk állapotát kövesse a beszédünket, és ne legyünk mi is egy reklámkirakat keresztény formában. Mit tegyen egy olyan szülő, aki arra ébred rá, hogy a gyerekére már nem nagyon tud hatni, hogy például nem akar tanulni, és pedig nyilván ennek volna az ideje, vagy egyéb területen veszi azt észre, hogy nem igazán abban az irányba halad, amire kellene. Szerintem először is ö, az időt kellene gyorsan megragadni, hogy elszakadta a, a szál. Hát, ha újra lehet építeni ezt a hidat még. Mert nem igaz az, hogy a gyerek meggyőződésszerűen szakad el a szülőtől hanem a gyerek általában, mert nem kapja meg a szülőtől azt, amire szüksége van, a támogatást, a bátorítást, a, akár az intést is, akkor mit csinál? Akkor épít egy ö, 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 olyan kapcsolatot, szerint, ami egyfajta kárpotlás neki. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a szülőnek még nagyon nagy esélye van. Nyilván, ha elveszítettük az első meccset, akkor a másodikra jobban oda kell figyelni, akkor már tapintatosan el kell vinni kávézni ha beszélgetni, kicsit úgy, vagy el lehet vinni a vendéglőbe például, csak úgy a gyereket, kettősbe, egy kicsit beszélgessünk, gyertyát gyert, dújtatni neki, virágot hozatni, gyere leányom, mondjuk egy, 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 apa elviheti így a lányát, hogy oh, láss, hogy te tényleg az apja, és akkor ott egyszer csak meg fog eredni a kis nyelve, és el fog beszélni, és azt mondja, hogy is sírni, hogy is soha életében ilyen nem volt. Tehát valami olyan kell csinálni, amit addig nem csináltunk. Tehát, hogyha a, a, klasszikus híd leromlott, akkor valami modernebb hídat kell keresni, és kicsit drágább lesz. De még mindig lehet próbálkozni, meg kell próbálkozni. Egy, egyik módja, másik módja, a, 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 a például a fiú gyerekeknek elmenni a meccsükre, bátorítani, buzdítani, mikor gratulálni neki, jaj, de jó voltál, hol, milyen ügyes vagy, ebbe, vagy amba, vagy amagybe, te voltál a, a csapat leg, legjobb, legjobbja, szememben mindig te vagy az ász, amikor elrontott akkor is. Hát nem a mi hősünk, hát a mi hősünk. A másik lehetőség, ami talán érdemes, keresni olyan barátokat, akik jó hatással vannak. Tehát az úgy általában nem szokott menni, hogy azzal ne barátkozzál. Még jobban fog barátkozni, hanem tudatosan be kell hozni az életébe, például szervezni egy közös kirándulást egy olyan családdal, akinek hasonló korú gyereke van, akivel jelenleg nem barát a barátunk, a, már a gyerekünk, de hát, hogyha összejön, és akkor nem azért, mert nekem a szüleim annyira bejönnek, mert nem is jönnek be de a gyerekem miatt, mert látom, hogy helyes gyerek, és jó hatással lenne az enyémre, akkor mondom, tehát nem, nem mennénk el együtt egy kirándulásra, egy hétvégét, nem jönnétek át hozzánk, egy, egy, egy estét töltsünk együtt. És nyilván a gyerekek elkezdenek kapcsolni, ó, miért apa, hát nem is mondtad ilyen jó feladat, nem is ismertem eddig, pedig ott a gyűribe. És, és, tehát a gonosz jóval győz meg, ez egy rendszer, ez egy, ez egy, ez egy hatalmas nagy kielentés, mindenre működik gonoszt jóval. Nem a vákumot kell kövesse a, a, rossz, hanem a jó szorítja ki a rosszat az életünkből, és ez minden területen így van. A korunk egyik legnagyobb problémája ugye a social médiának a negatív hatásai. Ez most már egyre nyilvánvalóbbak is konkrétan napokban, vagy a elmúlt időszakban került nyilvánosságra, hogy ezt nem csak, a, nem csak mi, nem csak pszichológusok tudják, hanem a, a social platformok alapítói is akár. Um, ezeknél 13 év az alsó korhatár, ez alatt elviekben nem szabad RF ö, regisztrálni, az egy másik kérdés, hogy sokan ettől függetlenül megteszik, még akár szülői engedéllyel is. Um, vannak olyan problémák ezen, már a, a zavarok, a negatív önbecsülés ö, mellett, amire például egy sok esetben a szülő nem is tud felkészülni, mert nem tud róla. Ez esetben ez alatt értem például a cyberbullying, az internetes zaklatások, amire most egyre nagyobb, egyre jobban kivannak téve ugye a fiatalok. Sajnos pedofil hálózatok van, vesznek részt ezeken az oldalakon, és amennyiben nincs elegendő védelem alatt egy gyerek, akkor ennek ki lehet éve, de gondolhatok arra is, hogy például a Twitteren konkrétan egyetlen kattintással felnőtt tartalomhoz lehet jutni. A szülő ilyen esetben hogy tudja úgy nevelni a gyerekét, hogy mégsem maradjon le, esetlegesen a kortársaitól ne legyen kirekesztve, vagy megteheti azt, hogy akkor azt mondja, hogy fiam, most még nincs itt az ideje, és akkor... Nem, nem engedem, hogy te Instagramra vagy Facebookra regisztrálj? Hát most a tiltás nem minden esetben szokott bejönni. Van olyan hely, van, amikor ez szerintem működik, de én, én a kategorikus tiltásnak nem vagyok a híve. Hanem csak úgy, ha leülünk együtt és átbeszéljük. És ha meg tudod győzni, vagy megvásárolod, ajándékkal, pozitív motivációval, akkor van esély arra, hogy megnyerjük. Én úgy gondolom. De én is úgy gondolom, hogy ha nincsen valaki felkészülve egy bizonyos kihívásra, és odaadod neki, mondjuk egy, például egy BMW kulcsát, egy tiszta vagy ötös BMW kulcsát, odaadjuk egy gyereknek, mert annyira szeretjük. Tudjuk, hogy nincsen felkészülve, nincs még hajtási jogosítványa, de szeretjük, de az odaadjuk. Igazából aki odaadta, és ha ebből halálos baleset lesz, ő egy akaratlanul és egy gyilkosságban vett részt. Pontosan ilyen karaktergyilkosságnak tartom, hogyha egy gyerek nincs felkészülve ezekre az oldalakra. Én például nyilván nem volt ilyen, de a, a nyomtatott sajtóval azonban már egy gyerekkoromban is lehetett találkozni, pornólapokkal, meg ilyesmivel, és az én apám például velem ezzel a történetben foglalkozott, elmagyarázott, hogy mire vigyázzak, miért, hogy hogy kell nézni, hogy kell viselkedni, stb. 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 Tehát szerintem ezzel foglalkozni kell, nem lehet tagadni, gyere, nézzünk meg, nézd meg, ezek az oldalak azért tiltott, azért van a 18 év, ez azért van, miért? Mert biológiailag őt begerjesztheti, de nem működik a, a józanság, és életveszélybe sodorjuk. Mert ő nem tudja, hogy mi a különbség, vagy ez elején egyáltalán. Tehát, euh, szerintem például, amit én javasolnék, hogy kontrollált legyen az elején. Tehát a szülőnek legyen meg a passzportja, és az a feltétel, hogy aznap, ahogy lecserélted a, a, a passzportot, másnap nem lesz interneted. Tehát is akarom látni, ha, ha kitörő tartalmakat találkozok, akkor is vége az internetednek, nincs olyan, hogy kitörölsz. Gyere nézzük együtt át, és szerintem minden szülőnek minimum hetente egyszer át kell nézni a számítógépet a gyereknek, ha bízik benne. Ha nem bízik, akkor minden nap csinálja. De olyan nincsen, hogy én teljesen megbízok benne, én, én is használom, tudom, hetente minimum egyszer-kétszer bombáznak, teljesen ismeretlenek, rámírnak, és mindenféle mocskos tartalommal. Most mutatta meg a feleségemnek, hogy rá is állnak. Ő még ő, szerencsére ő nem, rá se jött, hogy mikkel bombázak. Azt mondja, nem tudja, mi félék. azok. mondom, gyere, mutassa meg. Mert a szövege viszont megvan, még képek előtt a szöveg megjelenik már, uh -huh. hogy milyen profil. Tehát ez, ezt meg kell tanítani. A védekezés azt meg kell tanítani. Nagyon jó, ha tanítjuk a gyerekeinket önvédelemre. Ez például egy olyan sport, amit én kötelezővé tennék minden gyerek számára életet menthet, a saját életét mentheti meg, ha jól megtanítunk neki. Na de nem csak a fizikai e, 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 támadásra kell felkészíteni, hanem e, az informatikus e, módon e, történt támadásokra ugyanúgy fel kell készíteni. Tehát szerintem, e, ha, ha bölcsek vagyunk, vagy például amit javasolok, hogy a, nem biztos, hogy bölcs dolog, hogy korlátlanul e, elérje a gyerek például a telefont, e, internetet. Miért lenne ebbe is programot csinálni, jegyek, jegyek függvényébe, eredmény függvényébe? Jók az eredmények, több időd van, kevesebb, akkor kevesebb. Azt nem tartom jönni, én magam is nagyon szigorúan magam korlátozom. Néme ember bánatára mert napokban kaptam egy levelet, hogy azonnal válaszol, ha nincs időd, akkor is pásztor. Tehát az ilyenekre, mondtam, majd holnap a prédikációba fogok válaszolni, pont. Tehát nem meg kell tanulni nekünk is nagyon kontrollálni. Tehát én, én magam is például nagyon szigorú vagyok, mikor a Bibliát olvasok például, akkor nem, nem keverem a kettőt. Ez, én, én, így felvágom az időmet időnként, és ami, amikor valami neki fogok, az ezer százalékban azzal foglalkozok. Nem, nem, ha telefonon beszélek, akkor telefon beszélek. Ha interneten foglalkozok, Facebookot, akkor Facebook, a Messenger, Messenger, így olvasas, igen. ima, ima, nem keverem a dolgokat. Ez például jó megtanítani a gyerekeknek. És akkor, ha jól megnézzük, akkor nem kevés időt jut. Hogyha tudatosan, ha engedjük, hogy ő vigyen bennünket, akkor egész napunkat csipog a telefon. Le kell húzni, ne csipogjon, ha jött egy messenger például. Hanem majd megnézzük este, mikor ráérünk, vagy, vagy megvan, hogy milyen időt érdemes -e. És akkor oda is tett, hogy gyere, meg, milyen a adnak, lássam. Teljesen váratlanul, milyen képeid jöttek, hova, mit költél. Az ellenőrzés az nem bizalom hiányt jelent, hanem az védelmet jelent a gyerekeink nem tudják azt, tudok olyan gyerekről, aki magáról készített bántó képeket, és amikor a szülő ezt szóvá tette neki, akkor mondta, de mi? Hát én láttam az azt, tehát nem tudtam, hogy ez nem jó. Keresztény volt. Tehát még onna jó, mondta, hogy ne, nem tudta, jó, bocs, nem tudta, jó, hogy jó, úgy csinálta. Tehát sokszor én naívul indul a dolog, segíteni kell nekik. Akkor pont ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy a mai selfie kultúra, meg az ezekhez hasonló képek készítése, amelyet ugye, amint mondtad, lehet, hogy csak azért csinál egy fiatal, mert látta, hogy a társai is ezt csinálják, ez eredendően mi, minek köszönhető, mit pótol egy gyerek életében, egy fiatal életében ez, hogy ehhez szorul, hogy ezekkel szerezzen meg magának esetleg lájkokat vagy figyelmet? Nyilván most ezt nem mondhatjuk, hogy, hogy hogy ne csinálja, mert ma mindenki ezt csinálja, vagy mindenki, nagyon sokan ezt csinálják. Azt viszont úgy gondolom, hogy attól függően, hogy mennyi elismerést, dicséretet kap valaki az életben, attól függően fog keresni pótcselekvést. Ez egy pótcselekvés. De azt egyáltalán nem tartom szerencsésnek, mikor egy gyönyörű kislány a, 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 a testének bármelyik részét e, e, lefényképez kirakja, hogy mások e, erről véleményezzenek. Majd eljön a nap, azt, azt meg kell őrizni, védeni. A, a, a testi szépség az egy kincs. Az egy nagyon nagy kincs. A, 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 a kincsekkel kincsként kell bánni. Azt nem, a, kincseket azt nem szoktuk kiszórni az utcélire, busz megállóba, vagy itt is vannak nézek kincsek, itt el vannak szórva, kis gyémánt, ahogy gondolod. Ezek, el, ezek kincsek. A kincsekkel, a szépséggel bánjon mindenki, hogy mindegy kincs. Azt védeni kell, őrizni kell, és megtartani kell. Ha már kincsekről van szó, akkor talán a párkapcsolat is ehhez, ehhez kötődik, ehhez csatlakozik nagyon sokszor elmondják azt, hogy ugye, és említetted is az előbb, hogy ez az időszak nem, egy pár, nem a párkapcsolatnak az időszaka, többek között azért, mert ugye a személyiség sincsen kifejlődve teljesen, de még talán még azt is elmondják, hogy ezek ugye nem hosszantartó tartó időszakok, kapcsolatok, ezért eleve nincs logikája, vagy nincs értelme ebbe belemenni, mert lehet, hogy meggondolja magát egyik vagy másik rövid időn belül, és akkor annyi. Viszont arról keveset beszélnek, vagy nem elég konkrétan, hogy akkor mégis egy ebben a korban egy fiatal mit kezdjenek az érzelmeivel? Mert hogy lesznek, ez egészen biztos, legalábbis amennyiben egészséges, észre fogja venni, hogy van az ellenkező nemnek is képviselői. Persze, és az nem baj, ha, ha, ha az örüljünk annak, ha valaki egészséges, de az érzelmeknek a, az urallása, az ellenőrzés, a, a, és a, a egészséges karbantartása, vagy hogy is nevezzem, hogy, hogy, hogy eh, hát legyen, kontrollálás az talán jobb szó szóval erre, ezt meg kell tanulni. Minél hamarabb, annál jobb, mert egész életében ez kell. Tehát látjuk, hogy nem csak a tinéknek ez a problémája, az ifiknek is ez a problémája, de ha nem csak a házasság az házasság után is kell, ahhoz, hogy ne legyen házasságtörés, újra kell a, saját érzelmeivel küzdjön, mert attól még nem jelenti, hogy nem fogja a külső személy az érzelmeit megtámadni bizonyos szimpátiákkal. Amik a Földön van, ezzel kell küzdeni, és ezt meg kell tanítani, hogy az érzelmekkel nem kell elengedni mindegy búrját, hanem visszafogjuk, mint a pázsit nyírás, nyírjuk, egyelőre ennyit szabad, én azzal vitatkoznék, hogy úgyis csak rövid idejű, tudok olyan, aki egy egész életére, és több szemét tudok, akik kiskorúban szimpátiát éreztek, és abból nagyon nagy kapcsolat lett. Vagy olyant is tudok, hogy nem lett kapcsolat, de még egész életében mégis arra vágyott vissza, hogy az bár, hogy az, tehát azért ezeket, ha a szülők is támogatják, lehet egy olyan például, hogy a két család előbb-utóbb találkozik, ha ez mindenkinél pozitív. Hogy nézzük, az az igazság, hogy van egy komoly szimpátia a gyerekek között, lehet szó hosszú távról, igen, akkor jegeljük. És akkor várnak négy vagy öt évet, amíg mindenki tudja, akinek tudnia kell, de nincs se találkozás, se semmi, nincs kapcsolat ápolás, csak a standard iskolába, gyülekezetbe, baráti körbe de azzal a reményel van, hogy ahogy érik, ha úgy alakul, akkor, akkor mindenki tudja, hogy félti a szívét annak, akinek. Tehát tudok ilyent, és ezt, ezt tartom itt, itt elfogadhatónak, hogy, hogy akkor, akkor egy olyan kincs, amit majd a jövőbe fogunk kibontani, mert még túl korai lenne ma. Akkor, ha jól értem, ez esetben egy, ha a fiatal nevében beszélünk, vagy az ő szemszögéből, akkor ő semmiképpen se, se tüzelje magában, semmiképpen se e, próbáljon efe, e felé nyitni, mármint hogy a, fia, a illető személy felé. Az a az érzelmek nagyon hatnak, és az, az egész e, érzelmi világunk a befolyásokra nagyon érzékeny. Tehát amennyiben e, olyan olyan ingereket kap, akkor az tényleg 14 éves körtől már nagyon erősen be tud robbanni. Bármilyen furcsa. És ezt meg kell tanítani, hogy ezt mindenképpen meg kell tanulni, uralni. Nem az a normális, hogy elengedjük, amit kívánunk, és gondolunk, amit eszünkbe jut, mert nem. Ha időnap alatt szedjük le a gyümölcsöt, az nem áldás lesz. Az, az méreg. Egy életlen gyümölcs betegséget tud okozni. Valami kimondottan veszélyes. Meg kell várni, hogy érjen meg. Amikor megérett, meg akkor, meg, akkor meg áldás, tényleg áldást. Tehát és meg kell tanulni ezt kezelni, úgy gondolom. És amennyiben ez iskolában fordul elő nem világi személyek kapcsolatban, ott talán kicsit nehezebb lehet, mert ott a másik félre talán a szülő sem lehet befolyással. Sőt, lehet, hogy pont ilyen irányú kísértésbe is kerülhet. Ekkor azért jelentősen nehezebb. Igen, de azért azt is őszintén szerintem meg kell beszélni. És, ez, és a, a szülőnek védelmeznie kell, a több kettőnél, akkor menjenek az iskolába, egy másik iskolába. Inkább menjen el egy másik iskolába, köt, ha az nem megy kötözön egy másik városba, ha az nem megy, akkor kötözön egy más országba, ne védjen meg a gyerekét a, a pedofiloktól, a, a, a vadállatoktól, és akik a szülőben a, 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 a van egy profita érzés, egy atyai szív, egy anyai szív általában érzi. És van, amikor ember érzi, hogy most életveszélybe került a gyermekem jövője. Ettől nem szabad engedni, mikor ilyen kiskorúról van szó. Hát, hát ki védje meg a gyermekemet, hanem nem a szülő? Hát nem a szülő dolga. A gyerek nem, nem képes, nem a gyerektől kell ezt elvárni, ez nekem kell. És igenis, van olyan ember, akit letiltok. És, és, és akkor figyelni kell a gyereket, követni kell. Telefonjába betesszük a, a, a követőt, nyilván a gyerek ezt nagyon jól látja, otthon hagyja el a telefont, tehát, e, ugye, meg, meg, megpróbál le, e, lejátszani, de egy szülő ezt is meg tudja oldani, hogy ne le sikerüljön. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon konkrét lépésekbe kell. Nem, nem szabad engedni, hogy a gyermekünk bizonyos e, gonosz érdekek, áldozatává váljon. Az elején lehet, amikor már 18 öt betöltötte, akkor már van egy bölcsessége, és talán-talán azért sokkal bölcsebb. És a, ő is felismeri a nem hozzávaló embereket sokkal jobban. Az elején egy, egy 14 éves gyerektől, ne várjuk egy 15 évesben látja, hogy az egy gonosz tevő, vagy milyen az, és egy gyermek már nagy gyermek, egy ifj tini, de azért még a maga nemében nincs kifejlődve, mint egy, e, e, tehát még, még lehet, hogy egy aranyos ember a maga nemében. Végezetőtt feltennék egy kérdést, de csak érintőlegesen, de megkerülhetetlen ebben a korszakban az a téma, hogy ma már titok, hogy a tinik körülbelül ebben a korszakban sajnos nagyon sokan másokkal korábban találkoznak pornografikus találkozókkal, a esetleg szerencsés is a gyerek és szülői szigornak vagy védelemnek köszönhetően ezeket sikerül elkerülnie. Mik azok a lépések, amelyeket meg kell tennie ahhoz, hogy amikor találkozik, mert fog vele találkozni, hogy ez jól tudja kezelni? Hát szerintem az informálás és az, in, az a legjobb a szentírás, hogy miért rossz ez, a, a, ami rossz mi rossz benne, miért nem jó. Nyilván, hogy kicsit kényelmetlen ez a szülőnek, de erről beszélni kell. Ha nem beszél a szülő, akkor fog beszélni az osztálytárs. Ha nem beszél a szülő, fog beszélni a világ. Ha nem beszél a szülő, fog beszélni a Facebook. Tehát szerintem fontos lenne az, hogy ennek a veszélyéről beszélni, a függőségekről, például a pornográfia az egy nagyon csúnya függőséget tud kialakítani az emberben. Szerintem ezeket kellene így aprólékosan átbeszélni a gyerekekkel, már a szülőknek a gyerekével. De ezzel például fordulhatnak segítség a gyülekezetben is, vannak megbízható vezetőink, akik ilyen kérdésekben otthon mozognak és tudnak segíteni konkrétabban is. Szerintem kérjen segítséget a fiatal, ha belelépett ebbe a csapdába. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és hogy beszélhettünk erről. Én is köszönöm. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, és amennyiben tetszett ez a videó és ez a beszélgetés, akkor osszátok meg az ismerőseitekkel, illetve lájkoljátok a hitkesnek a Facebook oldalát. Hamarosan fogunk jönni újabb videóval, addig is a viszontlátásra.